A harmadik és negyedik gyertya lángra lobbantásával ért véget a több mint egy évtizede tartó vízivárosi advent idei ünnepváró rendezvénye, amely három városrész összefogásából született meg. A gyertyákat Cserpalkovics András, Horváth Miklósné és Deák Lajosné önkormányzati képviselők, illetve Berze János református lelkész közösen gyújtották meg. Cserpalkovics András köszönetet mondott azért, hogy közösségi programokon nem csak a belvárosban, hanem vízivárosban is részt vehetnek a székesfehérváriak. A vízivárosi általános iskolában pedig már szintén szép hagyománya van annak, hogy így vasárnaponként, szombatonként, amikor a naptár szerint ez adódik, akkor a gyerekek, óvodások és általános iskolások is kis produkcióval szórakoztatják és segítik felkészülni a szülőket, nagyszülőket, dédszülőket. Most is sokan fognak erre érkezni, és én bízom benne, hogy most, amikor meggyújtjuk a harmadik, az öröm gyertyáját, akkor mindenki örömmel majd nézi majd a csemetejét, és talán átveszük tőlük azt az őszinte várakozást, amivel ők karácsonyra tekintenek. Horváth Miklósné elmondta, a vízivárosi adventet azért kezdték el 11 évvel ezelőtt, hogy összejöjjenek a vízivárosiak, és gyerekeiken keresztül próbálják egymást jobban megismerni. 2011-ben a Sarló utcai óvodába kezdtük az udvaron, kint az ottani óvodásokkal és a Rákóczi utcai óvodásokkal kezdtük meg ezt a most már hagyománnyá vált 13. adventet, hogy te jó Isten, ezek a gyerekek már 18-19 évesek. Vajon tudják az óvónénik, hogy mi lett velük? Hogy hova vitte a jó Isten az útjukat? Hogy mit csinálnak most? És akkor most itt vannak a következők, akik megint az óvisok. Hát a következő 13 év nem tudom, hogy mit fog nekik hozni. Deák Lajosné kiemelte, karácsony közelettével fontos az együtt töltött idő, a vízivárosi advent pedig tökéletes alkalom volt erre. Ez egy örök nagy boldogság, hogyha az egybegyűlik a család együtt, és együtt tudják tölteni azt az időszakot, amikor nem csak az embernek a lakást kell kitisztítani, vagy kitakarítani, vagy készülni a karácsonyra, hanem a szívünket, lelkünket. És soha ne feledkezzünk el, hogy vannak olyan embertársaink, akik sokkal szerelményebb körülmények között élnek, és talán most egy kicsit ebbe az időszakba is tudnánk úgy segíteni rajtuk, bármi dologgal. És talán mindannyian, hogyha leülünk a szépen megterített karácsonyi asztal mellé, akkor kicsit őszintén egymás szemében el tudjuk mondani, hogy megtettünk egymásért mindent. A gyertyagyújtás után a karácsonyi műsor következett, amelyben a vízivárosi óvodába, a Rákóczi úti óvodába és a vízivárosi általános iskolába járó gyerekek szerepeltek, majd Horváth Elemér hegedűművészt és Horváth Péter zongoraművészt hallhatta a közönség.